Székesfehérvár polgármestere telepítette a Jávorotó tér melletti parkoló 100. szenzorát, ami azt jelenti, mostantól működik a rendszer, bármely szolgáltató ügyfele a székesfehérvár.hu internetes oldalról ingyenesen letöltheti és használhatja az alkalmazást. Az első 100 szenzor elhelyezésével elindítottuk azt az applikációt, amely segítségével lehetőség van arra, hogy akik a belváros környékére érkeznek, azok ebben a parkolóban megnézhessék előre egy telefonos applikáció segítségével, akár a város megközelítve is, hogy érdemes-e erre jönni, van-e itt üres parkoló, itt el tudják-e majd helyezni az autójukat. Azt hiszem, hogy valóban egy okos megoldás, és itt most nem beszéltünk róla, hanem tettünk érte, hiszen ez a 100 parkolóhely, ami egyébként további 100-zal itt még bővül is fog, már tudja ezt a megoldást, mögött egy jól letölthető, ingyenesen alkalmazható telefonos applikáció segíti azokat, akik parkolóhelyet keresnek egyébként. Most itt vagyunk nem messze mondjuk a színházunktól, a sétáló utcánktól, a bíróság épületétől, különböző közhivataloktól, egy sűrű lakott városrészben, úgyhogy azt hiszem, hogy az itt élők és az ideérkezők egyaránt nagyon szívesen fogják alkalmazni ezt a megoldást, és ezzel a technikai megoldással, hogyha az elkövetkező hónapok visszajelzései pozitívak, én ezt várom egyébként, akkor szeretnénk is a következő években minél több gyűjtőparkolót ellátni, az újakat pedig eleve így létesíteni. De nem csak ettől okos város Székesfehérvár, hiszen korábban is voltak hasonló kezdeményezések. Melyek voltak ezek, és miért tartja a városvezetés fontosnak ezeket a fejlesztéseket? Én mindenképpen ki szeretném emelni az oktatás területén az első magyarországi digitális élményközpontot, az Alba Innovárt, ami most már másfél éve óta működik. Több mint 7000 diákot láttunk vendégül, ingyenesen a legmodernebb digitális eszközökkel ismerkedhetnek meg tanóra keretében, a tanterbe beépített módon. Én azt hiszem, hogy talán ez a legjelentősebb. Itt robotokkal ugyanúgy találkoznak, mint 3D-s nyomtatóval programoznak, közben játszanak, közben adott esetben a város történetet tanulják, de ez digitális élményszerű oktatás keretében. Azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, de hogy mondjak még egy példát, két közösségi terünkön éppen szolárfát helyeztünk el néhány hete, ami viccesen mondhatnám, hogy elültettük, de ez ugye ebben az esetben természetesen telepítést jelent, töltési lehetőséget ad mobil eszközökhöz, illetve ingyenes wifi szolgáltatást az adott közösségi terekbe. Én azt hiszem, hogy itt a visszajelzések szintén nagyon pozitívak voltak, és ezek jól jelzik, hogy egyre többen használják a telefonjukat, a tabletüket arra, hogy ügyeiket intézzék, egyáltalán az életükről gondoskodjanak, és keresik azokat a megoldásokat, amelyek számukra ezeket könnyebben elérhetővé teszik. És akkor lesz folytatás valószínűleg. Én azt gondolom, hogy igen lesz. Ez az alkalmazáson keresztül fizethetünk is. Az applikáció automatikusan megírja és megcímzi azt az üzenetet, amivel parkolójegyet lehet váltani. A tesztüzem fél évig tart a városban, és utána derül ki, hová telepítik még a rendszert. Három dologra van szükség az okos parkoló rendszerhez. Kell egy olyan hálózat, amely támogatja a keskeny sávoldalt átviteli szolgáltatást. Kellenek hozzá szenzorok, amelyek képesek megmondani azt, hogy szabad-e a parkolóhely, és természetesen szükség van egy nagyon jó alkalmazásra is, ami megmutatja az autósnak, hogy az adott parkolóhely éppen szabad vagy foglalt. Mekkora jelentősége van annak, hogy az emberek már így parkolhatnak? Mekkora igény van erre egyébként? Mi az eddigi tapasztalat? Hát én azt hiszem, hogy aki autót vezetett és nagyvárosba próbált parkolni, az tökéletesen tudja, hogy mit jelent az, hogy tudja, hogy hol van szabad parkolóhely. Tehát az igény az óriási, azt látjuk az eddigi önkormányzati érdeklődésekből is, hogy nagyon nagy az igény. Én azt gondolom, hogy maga, amit itt telepítettünk, ez a 100 darab parkolóhely, az érdemben nem fogja megoldani a parkolóhelyeket, de erről a rendszerről tudni kell, hogy tulajdonképpen ez egy próbarendszer. Az első 6 hónap után fogja a Fehérvár eldönteni pontosan a fehérváriak visszajelzése alapján, hogy szüksége van több ilyen parkolóhelyre. Amit én nagyon fontosnak tartok, az az, hogy egy technológia kerül ma be az országba, ami nem csak parkolóhely meghatározására alkalmas. Itt nagyon sok mindent lehet ezzel a technológiával csinálni. Ez talán egy első olyan területe ennek az alkalmazásnak, ami teljesen közel viszi az emberekhez ezt a technológiát. De innentől kezdve bármilyen eszköznek a követésére, vagy azonosítására, vagy a hollétének a megtalálására, de mondjuk egy nagyon egyszerű példát, egy erdőben lévő farakásról megmondani azt, hogy az éppen mozog, vagy egy helyben áll, ugyanezzel a technológiával lényegesen jobban meg lehet csinálni, mint mondjuk a mai mobil technológiákkal, hiszen ez a technológia lehetővé teszi azt, hogy lényegesen nagyobb lefedettséggel, alacsony áramfelvétellel tudjuk az eszközöket működtetni.
Az alkalmazásról még egy kicsit beszéljünk. Mi az, amit mond nekünk ez az alkalmazás? Ez egy parkolási alkalmazás, egyébként Easy Rider néven ugyanezt az alkalmazást már ismerhetik egy mobiltelefon felhasználók. Ugye ennek az alkalmazás csak annyiban különbözik a korábbitól, hogy ezen megjelenek piros-zöld ponttal az adott parkolóhelyek. Az alkalmazás egyébként segít abban, hogy kiválasszuk az adott parkolóhelyet, megmondja a parkolóhelynek a jellemzőit, tehát annak a kódját, pontosan azt a bizonyos négyjegyű számot, amit az autósok már nagyon jól ismernek a városokban. Megmondja azt, hogy mennyit kell fizetnünk és mikor kell fizetnünk az adott parkolásért. Akár navigációs alkalmazásra oda is vezet minket a szabad parkolóhelyhez, és talán ami a legkényelmesebbé teszi ennek az alkalmazásnak a használatát, az az, hogy ezen az alkalmazáson keresztül SMS-ben ki is tudjuk fizetni a parkolóhelyet, és így nagyon egyszerűen könnyen a mobiltelefon számlánkon a szolgáltatónk beszedi tőlünk ezt a díjat. Én azt látom az érdeklődésből, hogy igen, az időjárás miatt egyenlőre a téli időszakban nem nagyon tudunk fúrni, hiszen az a műgyanta, amivel béleljük ezeket a bizonyos üregeket, ahhoz nem teszi lehető, hogy 0 fok alatt telepítsünk, de tavasztól kezdődően azt gondolom, hogy gombaszerűen fognak kinőni az ilyen megoldások az országban. Claudia ráparkolta az autóval a parkolóhelyre, és a zöld jelzés át fog váltani pirosra. Székesfehérvár digitális élményközpontjában egy távirányítós autó és egy Lego parkoló segítségével mutatták be a rendszer működését. A telefonon 20 másodperces késéssel látható, hogy melyik parkolóhely foglalt, és melyik a szabad. Hamarosan okosabb lesz ez a város, mint én. Alba a humanoid robota védjegye a fehérvári digitális élményközpontnak, mely az országban egyedülálló módon ingyenesen ismerteti meg a diákságot a legmodernebb digitális tudással. Egy-két hónapon belül elérjük, hogy a 10-18 éves gyerekeknek a fele, illetve akkor már több mint a fele, egy-egy napot eltöltött már, és valamivel nagyobb a képessége arra, hogy megtalálja a számítását akár pályaorientáció tekintetében, de akár a társadalmi elvárások tekintetében, hogy jobban együtt tudjon élni ezekkel a digitalizációs világokkal, a globalizációnak a tudatával, és valahogy boldogabb embernek érezze magát. Digitális élményközpont nem csak Székesfehérváron van, a székesfehérvári viszont egyedülálló. Mitől? Alapvetően két dologban egyedülálló, bár azt még nem sikerült megoldani, hogy ne essen az eső, de abban egyedülálló, hogy ez mindenkinek az esélyegyenlőség alapján ingyenes. És ez az ingyenesség az annak köszönhető, hogy a város és a városban dolgozó ipari vállalatok alapvetően olyan erővel támogatják az Alba Innovárt, hogy nem csak szinten tudja tartani, hanem folyamatosan javítani tudja azokat a szolgáltatásokat, ami még egyszer nem csak digitalizáció, hanem az, hogy azt a képességet is próbáljuk közvetíteni, hogy hogyan tudjunk tanulni, hogyan legyünk képesek tanulni, mert életünk során ez folyamatosan szükség lesz erre a fajta képességre. A sajtótájékoztató elején Alba beszélt hozzánk. Ki Alba, és ő mennyire egyedülálló, mit tud ő? Hát ugye az Alba mondhatni egy zászlós hajója, tehát így lehetne mondani, hogy egy zászlós robotja az Alba Innovárnak. Valóban egy olyan humanoid, ami egy robot, de több mint robot, én azt szoktam mondani, olyan, mint egy ilyen kis házi állat, amit megkedvelünk, és képtelenek vagyunk kirakni, még ha bosszant is bennünket, tehát egy macska vagy egy kutya. Én azt gondolom, hogy egy ilyen típusú robot nem fog bosszantani, mert ő úgy alakítható, ahogy szeretnénk, de ilyenekkel fogunk valahol együtt élni. A szolgáltatásiparban ilyenekkel fogunk találkozni, a gyárakban meg olyan barátságtalanabbak egy kicsit, de a hatékonyságot tekintve azt gondolom, hogy megérthető, hogy nem mosolyognia kell azoknak a robotoknak, hanem hatékonyan együttműködni. Nekünk meg gondolatban képesnek kell arra lennünk, hogy ne elutasítsuk ezeket az eszközöket, hanem találjuk meg a formáját, hogy hogyan tudunk velük hatékonyan együtt dolgozni. Székesfehérvár két közparkjában nemrégiben két szolárfát is telepítettek, így a városlakóknak lehetőségük van ezeken a helyeken ingyenes wifi használatra és a mobileszközök töltésére is.